Nem is telt belé hosszú idő, mikor a világban újra kisiklott az igazság gőzmozdonya, és egy, csak egy legény taszíthatta vissza a sinekre. Mert az igazság, bármit állítsanak is a szép lelkek, gyönge és védtelen élőlény, siába halad eltökélten a maga útján, oly könnyű kibillenteni egyensúlyából akár a fél lábon ugráló gyermeket. Ha pedig egyszer kibillent, szörnyű nehéz újra pályára állítani, elhárítani előle az akadályokat. A legtöbb esetben annyira nehéz, hogy voltaképpen lehetetlen. Rózsa Sándorról is sokan állítják, hogy valójában önző, kegyetlen, más kincsére, jószágára áhítozó, a pornéppel mit sem törődő garázdaként élte az életét. Szerencsére azért akadnak szép számmal, akik nem dőlnek be az ilyesféle alaptalan híreszteléseknek, tudományosnak álcázott propagandaszólamoknak, s olyannak őrzik lelkükben az érdemes, nemes betyárt, amilyen a valódi valóságban volt. Ezek a történetek elsősorban nekik szólnak. Az érdemes nemes Rózsa Sándor kalandjai, a szerző műfaji meghatározása szerint betyár pikareszk. 11 hol szorosabban, hol lazábban összefüggő fejezetből álló prózafüzér, amely a pikareszk hagyományoknak megfelelően építkezik. Figura az úgy született, hogy valamikor úgy két és fél évvel ezelőtt a Liget és a Szitakető folyóirat szerkesztői Levendel Júlia és Horgas Judit megkérdezték, hogy nem lenne kedvem a Szitakötőbe mesét írni. A Ligetbe akkor már évek óta publikáltam, és ugyanez a Liget Műhely Alapítvány jelentett meg egy negyedéves gyerekeknek szóló folyóiratot, a Szitakötőt, és ebbe kértek mesét, és így született az első Rózsa Sándor történet, és azon kívül még egy jelent meg a Szitakötőben, és onnantól kezdve a többi az már a Liget online felületén. Nyilván azért ott, mert egyrészt határon mozog, hogy most ez mennyire gyerekeknek szóló, és mennyire nem. Amikor már a Szitakötőt elhagytuk, és a Ligetbe jelent meg, akkor egyre inkább az volt a cél, hogy inkább egyfajta felnőtt mesék szülessenek. Török Eszter, aki egy miskolci grafikus művész, Török Esztert szintén a Liget Műhely szerkesztői kérték fel ezekre az illusztrációkra. Több mint 30 illusztráció van egyébként benne, tehát már-már képregénynek is tekinthető, hiszen lényegesen több az illusztráció benne, mint általában szokott, hogy egy 120 oldalas könyvről van szó, tehát a negyede szinte az illusztrációból áll. Tehát nagyon sok illusztráció van benne, és ez nagyon jót is tesz a kötetnek. A regény műfaji meghatározása az a pikareszk, ugye betyár pikareszkként, ezt akár alcímként, akár műfaj meghatározásként lehet olvasni a főcím alatt. De már a főcím is gyanút kelthet emberekben, mert az érdemes nemes Rózsa Sándor kalandjai, ez rímel, szándékosan rímel, vagy szándékosan emlékeztet az elmés nemes Don Quixote de la Manchára, ugye az egyik legismertebb pikareszk regény. A pikareszk regényről egyik jellegzetessége az az, hogy általában lazán függenek össze a történetek, és nagyrészt felcserélhetők is, illetve egyfajta kópé regénynek is szokták hívni a pikareszk regényt, tehát többnyire a társadalom perifériájára szoruló személyek köré a szereplők, tehát az ő életük, az ő történeteik elevenednek meg. Hát Rózsa Sándor az eléggé a társadalom perifériára szorult szereplő, úgy az igazi Rózsa Sándor, mint az egybeírt Rózsa Sándor. Tehát a pikareszk, mint műfaj már eleve adja azt, hogy
hogy itt laza történethűzés az megengedett, sőt, tulajdonképpen elvárt. Tehát ez nem egy olyan szigorúan kronológikus történetmesélés, mint mondjuk egy realista nagyregény. Sok minden felcserélhető, és ha felcseréljük őket, akkor is talán összeáll a kép, de azért nagyjából van egy linearitása is a történetnek, és hát a 11 fejezet az tulajdonképpen 12 történet. Az egyik, mint említettem, az egyik fejezet kétféleképpen fejeződik be, és azáltal ez tulajdonképpen két történet. De van el, tehát kiderülnek az előzmények, kiderülnek nagyjából az utózmányok, tehát azért összeáll belőle egy Rózsa Sándori életút. A főhősben, Rózsa Sándorban nem nehéz ráismerni az egykori híres szegedi betyára, Rózsa Sándorra, ám Rózsa Sándor és Rózsa Sándor természetesen nem azonos személyek. Rózsa Sándor sokkal közelebbi rokonságban áll a legendák Rózsa Sándorával, mint a valóságban élt betyárral. Ez a Rózsa Sándor, ez nem az a Rózsa Sándor. Tehát amikor az ember Rózsa Sándorról akar írni, akkor el kell dönteni, hogy melyik Rózsa Sándorról ír. Arról a Rózsa Sándorról ír-e, akiről tudunk bizonyos dolgokat, és azok hát nagy részt nem túl szimpatikusak egyébként, és aki valóban élt, és valóban betyár volt, vagy azon Rózsa Sándorok valamelyikéről ír, akiknek van némi köze ez az eredeti Rózsa Sándorhoz, de nyilván nem azonosak ezzel a Rózsa Sándorral, mert egyfajta legendává váltak, több legenda is született Rózsa Sándorból, mindenki másképp ismeri egy kicsit a történetet. És én ezt akartam jelezni, hogy itt Rózsa Sándor egy fogalom, egy mítikus hős, és ezért írom egybe a nevet. Egyébként nem csak Rózsa Sándor nevét írom egybe, hanem az összes betyár neve egybe van írva, illetőleg az ő fő ellenségük, Pandúr Sándor neve is egybe van írva, aki megint csak egy ilyen jelkép, szimbolikus figura, és nem valóságos személy. Tehát ez a Rózsa Sándor, akit egybeírunk, ez nem a valóságos Rózsa Sándor, bár nyomokban tartalmaz a valóságos Rózsa Sándorból is elemeket. Ha a kettejük életrajzát egymásra vetítjük, akkor vannak kapcsolódási pontok, de igazából nem a történeti Rózsa Sándor szerepel ebben a regényben. A kötet hangneme, hangulata, eszközei kapcsolódnak a népmesékhez, a betyárromantikához és a világirodalom egyik legjelesebb regényéhez, a Don Quixote-hez is, ám az elbeszélés kulisszáit Szeged város adja, a szereplők igen ritkán és kizárólag kényszerűségből távolodnak el a Tisza partjáról és a pusztától. A pikareszk műfaji jellemzője a szatirikusság. Tehát a pikareszk regények az általában szatirikus regények. Az érdemes lemes Rózsa Sándor kalandjai szatirikus regény, meglehetősen sok irónia, meglehetősen sok szatirikus elem van benne, tehát humor van benne. Nem feltétlenül az a közvetlen, vastag humor, inkább egyfajta ilyen stiláris és nyelvi humor az, amire én törekedtem. És hát nem csak a pikareszk műfajából, hanem abból is adódik ez a szatiraszerűség, hogy ez a Rózsa Sándor történet, ez valahol reflektál a betyár romantikára is. Tehát azért van egy reneszánsz szatíri, azt gondolom, a betyár romantika. Tehát a betyár romantikát központba állító történeteknek is egy kicsit szatírája, de ugyanakkor azért próbál egy kicsit a jelenkor prózadivataival is kommunikálni, és azokkal is ironizálni adott esetben, vagy azokra is reflektálni valamilyen szinten. Tehát próbál ilyen több csavar és több csel elrejtőzni ebben a regényben, ebben a szövegben. Aztán, hogy mennyire sikerül, az már egy más kérdés, azt már majd az olvasó eldönti, hogy neki ez átjött, nem jött át, egyáltalán volt-e értelme, vagy nem volt értelme ezeknek a cseleknek.